Hölgyeim, uraim, milyen tisztelt barátaim! Ma egy nagyon-nagyon fontos és központi jelentőségű témáról beszélünk, amelyet a címe jelez, és amelynek a jelentőségét az is mutatja, hogy nagyon rangos résztvevőkkel vagyok körülvéve. A programból mindenki tudja, hogy kik vannak jelen. A szólásszabadságról akarunk beszélni, amely, hát mint ahogy mindenki ebben a teremben tudja, a legfontosabb értékeink közé tartozik, és ezért mindent meg kell tennünk, hogy a gyakorlását lehetővé tegyük. Ez az érték azonban, mint ahogy tudjuk, logikailag is és a gyakorlatban is gyakran ütközik az emberi méltóság követelményeivel. Erről nem csak a liberális filozófia érvrendszer tanúskodik, hanem a késői modernitás egész tapasztalata. A szólásszabadság és az emberi méltóság közötti ütközések pontosan abban a társadalmi rendben fordulnak elő egyre sűrűbben, amely a liberális demokrácia hagyományára épül. Másfelől, amikor ilyen ütközésekre kerül sor, lehetetlen egy olyan harmadik elvet találni, amelynek értelmében a két versengő elv rangsorolható volna. Következésképpen, amikor valamely emberi közösség ebben a konfliktus helyzetbe kerül a két érték között, valamilyen gyakorlatias eljárást kell találni, amelynek révén ez a konfliktus feloldható. Szeretnék pár szót szólni arról, hogy miért ütközik ez a két érték. Alapvetően azért, mert mind a kettő olyan követelményt tartalmaz, amely a végtelenségig szélesíthető. Márpedig bizonyos határon túl mind a kettőnek olyan a dinamikája, hogy az a másik elv számára katasztrofális következményekkel jár. Kezdjük az emberi méltósággal. Egy neves kanadai politikai filozófus, Charles Taylor, egy nagyon érdekes fejtegetésében kimutatta, hogy a követelmény gyökerei, az emberi méltóság követelményének gyökerei ugyan a krisztusi tanításig nyúlnak vissza, de mint modern elv elsősorban egy Rousseau által lefektetett fogalomhoz, a társadalmi elismerés gondolatához kapcsolódik. Nem kétséges, hogy Rousseau-nak ez a gondolata azok közé tartozik, amelyek a társadalmi modernitást, a modern világot, a modern demokratikus világot megalapozták, és máig érezhető hatást gyakorolnak rá. A modern embernek ugyanis egy fontos igénye az, hogy része legyen valami társadalmi figyelemben, elismerésben, konszideráció van. És persze, amikor embert mondok, akkor ebbe beleértendők, nők, gyermekek, öregek, mindenki. A társadalmi modernitás és a demokrácia által formált ember típus számára a méltóság és a figyelembevétel bizonyos fokig szinonimák. Már most úgy tűnik, hogy az emberi méltóság igényének még ebben a nagyon határozatlan formában is jelentős társadalmi következményei vannak, valamiképpen elítélendővé tesz minden olyan megnyilvánulást, amely egy adott személyt vagy csoportot fizikailag vagy társadalmilag alacsonyabb rendűnek deklarál. Valamint minden olyan cselekményt, amely ilyesmit művel.
Itt rejlenek a politikailag korrekt néven emlegetett beszédmódnak az ideológiai, vagy ha úgy tetszik, a spirituális alapjai. A szóban forgó korrektség azt a követelést tartalmazza, hogy senkit se alázunk meg azzal, hogy olyan névvel illetjük, amelyből személyes képességeinek, vagy társadalmi rangjának alacsonyabb rendűségére lehetne következtetni. Ennek a követelménynek a hallgatólagos logikája nyilvánvalóan tagadja, hogy az emberek között akár egyénileg, akár csoportértelemben minőségi különbségek létezhetnének. A csoport szón itt egyaránt értem az osztályokat, fajokat, vallásokat, etnikumokat, kultúrákat, és természetesen a nemi megkülönböztetésüket is. Ilyen határtalanná kiterjesztve, az egyenlő emberi méltóság elve iszonyatos korlátokat emel a szólás szabadság elé, képtelen, sőt komikus tilalmakhoz vezet, amelyek éppen ott figyelhetők meg a legjobban, ahol a politikailag korrekt beszéd lett a törvény. A probléma azonban másképp jelentkezik abban a kelet-európai térségben, amelyhez tartozunk, ahol bizonyos, hogy mondjam, csoportoknak a becsmérlése, és hát most elégedjük meg a cigányokkal és a zsidósággal, a társadalom egy jelentős kisebbségére, hanem éppen a többségére jellemző. Elvileg de ha visszatérünk a szólás szabadság elvéhez, akkor azt látjuk, hogy elvileg ez a szabadság mindenkinek megadja a jogot ahhoz, hogy kifejtse nézeteit vagy meggyőződéseit, bármilyenek legyenek is azok, és hogy ezt olyan formában tegye, amelyet nézetei megértéséhez szükségesnek lát. Nincsen szólásszabadság, akár nézeteink tartalmát, akár a formáját illetően cenzúrázhat minket valamilyen hatóság, gátat állíthat elénk, bármilyen külső erőszak. Hogy ugyanezt mérsékeltebben fogalmazom meg, attól a pillanattól kezdve, hogy a nézetek kifejtését valaki cenzúrázhatja, a szólás szabadsága csak részleges lehet. Ez a kijelentés így nagyon banálisan hangzik, de szoros összefüggésben van az emberi méltóság problémájával. Ugyanis minden erős meggyőződés sértő lehet azok számára, akiknek más a meggyőződése. És ugyanígy minden gondolat, legyen az új vagy régi, sokkolhatja a többieket, olyan formában kerül kifejtésre, amely nem szokásos, vagy éppenséggel provokatívan kérdezett. Adva van tehát a környezetre, vagy annak egy részére gyakorolt irritáló hatás, úgy kell-e tekintenünk ezt, mint támadást az illetők lelki és erkölcsi integritása ellen, tehát mint emberi méltóságuk sérelmét. Teljesen elvontan nézve a dolgot, nem. De ha konkrét helyzeteket veszünk, igenis elképzelhetők olyan kifejezési formák és érvelési módok, amelyek problémákat idéznek elő azzal, hogy botrányt okoznak, különösen, ha ez a botrány nem is akaratlan, hanem egyenesen szándék. A jog területén még a legdemokratikusabb politikai közösségek is elismerik, talán az Egyesült Államok kivételével, hogy a nyilvánosság előtti szólásszabadság korlátozható. E korlátokat hol a közerkölcsökre való hivatkozás igazolja, hol a polgárok közötti békesség szempontja, hol a polgárok jó hírének veszélyeztetése, az azt veszélyeztető sérelem, hol pedig az a tisztelet, amely egy adott embercsoport meggyőződéseinek, vagy legszentebb érzéseinek kijár, és ez a csoport lehet a többség, de lehet egy kisebbség is. Mindezek a hivatkozások, sőt még mások is, például a fiatalkorok védelme, ismert elemei a jogrendszernek még a legliberálisabb demokráciában. Na most egy további kérdés, amelyet föl szeretnék vetni, hogy miért gyakoribb az ütközés a jelenkorban, mint korábbi korszakokban. Alapvetően ez a két vizsgált érték belső dinamikája következtében van.
ezen felül még azért is, mert bizonyos történelmi tapasztalatok megemelték a demokratikus társadalmak érzékenységi küszöbét. A konformizmus selleme egészen a közelmúltig nagyon magas gátakat emelt a szólásszabadság korlátlan kiélése elé, elsősorban a tradicionalista rendszerekben, de még a magukat liberálisnak tudó politikai rezsimekben is. A felségsértés, a vallásgyalázás, vagy bizonyos szexuális szabadságok nyílt hirdetése általában tilos volt. A 20. században ez jelentősen megváltozott, mert hiszen új társadalmi és politikai szereplők léptek színre, és velük egészen új típusú konfliktusok, például forradalmak keletkeztek, amelyek kiélezték a modern társadalmat megosztó ideológiai válaszvonalakat. Ennek egyik következménye az, hogy az erőszak cselekmények banálisabbá váltak. Azon kívül a választó vonalak kiéleződése nagyobb legitimitást adott nem csak az erőszaknak, hanem annak is, hogy hirdetni és dicsőíteni lehessen egészen extrém álláspontokat, amelyeknek csak erőszakos következményei lehetnek, még akkor is, hogyha nincsenek abban az adott pillanatban. E folyamatban egymás után hulladtak le a szólásszabadság provokatív túlhajtásának útjában álló sorompók. Ez a megjegyzés különösen a szimbolikus erőszakra vonatkozik, de hadd jegyezem meg mindjárt, hogy eszmecserénk szempontjából szinte csak ez az erőszak, ez a szimbolikus erőszak az érdekes. A többiről nem is így beszélni. Bármely oldalról nézzük is a modern világ kultúráját, milyen láthatja azt a természetes indulatok kultusza. Különféle közvetítések, egyebek között a modern művészet, pszichoanalízis, vagy a magukat radikálisnak mondott filozófiák révén, olyan irányban fejlődött a kultúra, amelynek során mindig inkább megszabadult komplexusaitól, ennek folytán olyan tilalmak, szabályok és normák váltak túlhaladottá, ide tartozik a mérséklet normája is, amelyek magától értetődő korlátot szabtak az erőszaknak, különösen ott, ahol a civilizáció fejlődése ezeket a normákat csak ugyan interiorizál. A végbe ment változást legjobban talán az audiovizuális kultúrában, filmben, televízióban, színházban megkövetkezett fejlemények illusztrálják. Tehát ezek túlságosan ismertek ahhoz sem, hogy szükség lenne hosszabban értekezni róluk. Olyan világban élünk, amelyet a szóbeli vagy vizuális erőszak markáns jelenlétre jellemez. Minél modernebb a társadalom, annál inkább ki van téve ennek az erőszaknak, akár tetszik neki, akár nem. Ugyanakkor mindazok a törekvések, amelyek határt szabnának ennek a dinamikának, vagy az bizonyos értékek nevében megkérdőjeleznék, szinte eleve kudarcra vannak ítélve, hiszen beleütköznek a művészi és mindenféle kifejezési szabadság most már végleg szentesített és sérthetetlenné nyilvánított elvébe, amely elvnek az a veleje, hogy nincs többé tabu. De ugyanebben a 20. században az előbbiekkel párhuzamosan egy másik, nem kevésbé látványos fejlődésnek voltunk a tabui. Az emberi élettel és a testi épséggel kapcsolatos szemlélet, az ezek iránti érzékenység érezhető változáson ment át. Hogy csak néhány példára szorítózom. Egészen másképp nézünk a háborúra, mint korábban. És gyökeresen megváltozott a társadalom felfogása a testi büntetéseket illetően. Tulajdonképpen az első világháborút követően alakult úgy a közvélekedés Európában, és talán Amerikában is, hogy a nemzetek közötti konfliktusok megoldásának a háború nem legitim módja. És nagyjából az elmúlt 50 év fejleményének tekinthető, hogy a halálbüntetés gyakorlatilag kikerült a törvényesen alkalmazható szankciók közül, főleg Európában. Ugyancsak a 20. század fejleménye, hogy a nyugati civilizáció országaiban a testi büntetés tilalmassá vált az iskolákban, hogy a házi állatok védelme, sőt eseteként az erdei állatoké is bekerült a törvénytárba, ám bár nem a közerkölcsökbe, nem feltétlenül.
hogy mindenféle törvényes előírás és adminisztratív rendszabály védi a gyermekeket, akár még saját szüleik erőszakos cselekedetei ellen is, és itt tovább. Mindezeknek a fejleményeknek számos kapcsolatuk van az emberi méltóság eszméjével. Azok a hangsúlyok, amelyeket az elmúlt évtizedek a fajok egyenlőségére, a különböző kultúrák értékegyenlőségére, a nemek közötti különbség lebontására és más hasonló dolgokra helyeztek, ugyanennek a dinamikának a része. Üldözendő cselekményé válik mindaz, ami a fajok, kultúrák, nemek, stb. Egyenlőségét kétségbe vonja, illetve veszélyezteti. Ezen a ponton visszajutottunk ahhoz a probléma komplexumhoz, amelyet a politikailag korrekt nyelvezettel kapcsolatban már érintettem. Csupa olyan követelményről és tilalomról van szó, amelyek óhatatlanul korlátozzák a szólásszabadságot. Az emberi méltóság dinamikája, ha azt a végső konzekvenciáig hajtjuk, egyfajta konformizmus lehet. A bevezető szavaim végén, majdnem a végén, azt akarom mondani, hogy ennek a két ellentétes dinamikának a párhuzamosságában van valami rejtelmes és mellbevágó. A helyzet ugyanis az, hogy miközben szemünk előtt intézményesedik az erőszak, a maga legriasztóbb formáiban, ezzel párhuzamosan a nyilvánosság érzékenysége és a törvényhozás buzgalma olyan irányban fejlődik, amely üldözendővé és büntetendővé tesz egy sor korábban normálisnak tekintett beszédmódot és cselekményt is. Egyfelől lehullanak a tabuk, és legitimálódik a provokatív beszéd, másfelől tilalmassá válik a különbségek és értékek szabad megnevezése. Már most bevallom, hogy én ezt a vitát elsősorban annak a kérdésnek a megtárgyalására terveztem, és ezt meg is írtam a vita résztvevőinek, hogy lehetséges-e dönteni a szólásszabadság és az emberi méltóság között. És hogyan? Én szerintem a mai vitának alapvetően erről a döntési problémáról kell szólnia. Arról, hogy milyen szellemben érvényesüljön a politikai vagy bírói instanciákra bízott döntőbírói szerep. Nyilvánvalóan valahogyan a mérséklet szellemében kell, hogy érvényesüljön. Akármilyen irányba haladjon is a modernitás, a mérséklet továbbra is a politikai cselekvés egyik legfőbb törvénye van. Ennek a szempontnak az érvényesítése szigorú sorompót emel minden olyan cselekmény vagy szándék elé, amelynek következménye valamely személy vagy társadalmi csoport tudatos megalázása lenne. A szándékosan sértő szavak is ezek közé a cselekmények közé tartoznak, sőt elsősorban ezek tartoznak ide. Ez különösképpen érvényes a rasszizmus esetére, amennyiben ez gyalászkodó szavakban jut kifejezésre, hát még ha cselekményekben. És akárhogy forgatjuk is a dolgot, ez a szólásszabadság korlátozását vonja maga után, amennyiben ezzel a szabadsággal, a rágalmazás és a megalázás irányában nem szabad visszaélni, bár természetesen bőven visszaélnek vele. Egyébként, de nem is olyan mellesleg, az európai országok túlnyomó többségének törvényhozása követi ezt a restriktív elvet, és bűncselekménynek nyilvánítja valamely fizikai vagy morális személy jó hírének szisztematikus és rosszindulatú megtámadását. Nincs ok arra, hogy a polgári jognak ez a kitűnő elve ne legyen alkalmazható arra az esetre, amikor faji, etnikai vagy vallási közösségek jó hírét vonják kétségbe. De nagyon fontos, hogy a szankciók arányban legyenek a cselekmény tényleges társadalmi súlyával, illetőleg, mert ez a két dolog nem azonos, a közérzelettel. Csak is olyan törvényes előírások fogadhatók el, amelyek az általában érvényes szabályok vonalába esnek,
Még akkor is, amikor az előírás valamilyen kivételes dolgra vonatkozik. A közérzületre való tekintettel valószínűleg hatékonyan csak az ilyen előírások működtethetők. Kedves barátaim, sokkal többet beszéltem a szokásosnál, de ez azért volt, hogy valamilyen módon mégiscsak elvi síkra emeljük ezt a vitát, és most pedig megadom a szót a kitűnő, meghívott vitázóknak. Aki ülőhelyet keres, itt vannak ülőhelyek, nem muszáj a lépcsőn. Tessék arra felé közelni. Megadom a szót, mégpedig abban a sorrendben, amelyben mellettem ülnek, tehát az én számomra jobbról balra haladunk, a közönség számára balról jobbra, és először is Fodor Gábor kérem, hogy a témára vonatkozó megjegyzéseit, amit nem föltétlenül ugye, kapcsolódnak ehhez a bevezető előadás féléhez. Legyen a kedves is fejtsetek. Köszönöm szépen a szót, és engedjem. Először hadd kérdezzem meg, hogy ülve maradjak, vagy inkább álljak fel? Ülve. Megosztanak a vélemények, de úgy tűnt nekem, hogy a többség az ülvemaradás mellett voksa. Feláll, akkor én székre. Igen, ez a másik része a dolognak, szívesen felállok, de akkor nagyon fölfelé kell nézni. Szóval, Kende Péter nagyon érdekes előadást tartott az elején, azt kell, hogy mondjam, hogy igazán impozáns volt, és nagyon gondolatébresztő, és Péternek ugye a fő gondolata, hogy az emberi méltóság és a szólás szabadságának, a dinamikájának a terjeszkedése, az hogyan kerül konfliktusba egymással, ez valóban megadja az alapját a mai vitának. Engedjék meg, hogy ahogy Péter is említette, mondta, hogy tegyünk hozzá ehhez valamit, vagy más egyéb személyes megjegyzéssel, mert alakítsuk ki a vitát, vagy vigyük előre a vitát. Én rögtön hadd menjek egy picit tovább ettől az elméleti alapoktól, és hadd kanyarodjak vissza egy picit a gyakorlat, vagy a politikai praktikumnak a mezejére. És ha próbáljam lefordítani azt, amit Péter mondott a magyar gyakorlatra. Ugye te is tettél distinkciókat, megállapításokat, hivatkoztál az angol száz szakirodalomra, az Amerikai Egyesült Államok specialitására, az európai gyakorlatra és Kelet-Európára is, mint valamiféle specifikummal rendelkező közegre, itt a szólásszabadsággal kapcsolatban. Nos, én azt gondolom, hogy én onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy Magyarországon is elég sokat vitatkoztunk erről a témakörről, és én azon az állásponton vagyok, hogy a magyar gyakorlat a szólás szabadságával kapcsolatban, vagy az úgynevezett gyűlöletbeszéd kezelésével kapcsolatban, ami kialakult a rendszerváltás után, és ami a 90-es években és a 2000-es évek elején volt, lényegében jó úton indult el, és helyes gyakorlat volt. Én a jelenlegi gyakorlatot nem tartom helyesnek. Mi volt a helyes gyakorlat? A helyes gyakorlat az volt, hogy az általad is felvázolt angol száz hagyományokra építve, vagy angol száz gyakorlatra pontosabban építve, azon belül is elsősorban az amerikai példára építve, Magyarország erősen védte a szólás szabadságát, védte azt a szabadságot, amelyet egyébként a Bibó Társaságnak a szellemét is hadd idézzem meg, ugye Bibó István a szabadság szerető ember 10 parancsolatában, illetve 10 pontjában nagyon világosan és egyértelműen felvázolt, ezt a szabadságot védte a magyar gyakorlat. Helyesen. Szerintem tévesen gondolták sokan a bal oldalról, vagy a liberális értelmiség oldaláról, hogy Magyarországon valamiféle komoly politikai problémát, vagy nehogy Isten a jobb oldal erősödését, vagy a szélső jobb oldali nézetek erősödését az okozta, hogy Magyarországon szólásszabadság volt. Nem ez okozta szerintem, hanem politikai hibák, téves politikai döntések, és nem pedig a szólásszabadság. A szabadság szerintem azért fontos, a szólásszabadság, mert ahogy szintén Livó megfogalmazta, az alapvető emberi kreativitás, alkotókészség, a felelős ember, nem az állam paternalista gondoskodásában bízó ember, hanem a felelős ember, a döntéseiért felelős ember, a polgár etoszát, ez a szabadság szolgálja. Tehát szerintem ez a gyakorlat helyes volt. Helyes volt, amilyen úton elindult Magyarország ma, ahol tart Magyarország a Fidesz kormány eredményeként, ahol most egyébként a gyűlöletbeszédet szankcionálják. Ahol egy olyan kormánypárt van ma hatalmon, aki annak idején támogatta például a jelkép törvényügyét is. Tehát olyan döntéseket támogattak, és olyan döntéseket hoztak meg, amelyek egyértelműen a szólásszabadságot korlátozzák Magyarországon. Egyébként szerintem a gyakorlat egyértelműen mutatja azt, hogy talán bizony jobb lett ezáltal.
azt mondhatjuk, hogy a gyűlöletbeszéd Magyarországon, hogy ebből a fogalomból induljon ki, kevesebb lett a Fidesz ideje alatt? Talán ez enyhült, gyengébb lett? A határozottabban tudunk fellépni a kisebbség ellenes megnyilvánulások ellen? A náci beszédet sikerült visszaszorítani? Szerintem nem. Egyértelműen a gyakorlat azt mutatja, hogy nem. Igen. Tehát a gyakorlat egyértelműen azt mutatja, hogy nem sikerült visszaszorítani ezeket a jelenségeket. Tehát ebből kifőleg én azt gondolom, hogy lényegében Magyarországnak ebben a kérdésben, tehát ebben az alkotmányos kérdésben érdemes visszatérni arra az útra, ahonnan elindult a rendszerváltás idején, vagyis a szólásszabadság mellé. Tehát a te dilemmádat, amikor ugye egymás mellé állítod az emberi méltóságot és a szólásszabadságát, én azt mondom, hogy úgy lehet egyébként megoldani valamilyen módon, hogy én a szólásszabadságát helyezem előtérbe és az első helyre, és azt gondolom, hogy ez van mindenek felett, és az emberi méltóság kérdését pedig általában olyan jogszabályokkal, amelyekkel egyébként a magyar joggyakorlat is védtett, már a 90-es években a rendszerváltás után is és később is, ezekkel a jogszabályokkal, alkotmányos, illetve alacsonyabb szintű jogszabályokkal helyes körbebástyázni, és egyébként pedig a mindenkori bírói gyakorlatnak, illetve alkotmánybírósági gyakorlatnak kell kialakítani konkrét kérdésekben, hogy hol vannak ennek a határai. Tehát ez a helyes megoldás. Amennyiben próbálkozunk azzal, hogy olyan szabályokat hozunk, amelyben szankcionálni akarjuk az úgynevezett gyűlöletbeszédet, vagy a jelképek használatának a kérdését, akkor hasonlóan abszurd helyzetekbe kerülünk, mint amiben Magyarország került etéren. Ismerjük a jelkép törvénynek az anomáliáit, ezt nem is akarom felidézni, hiszen valószínűleg a jelenlévők mind tudják. Azt a veszőfutást, amit Magyarország járt, megjegyzem, hogy a Strasbourgban most el is ítélték, hogy a magyar államot e kérdésben. És azt gondolom, hogy gyűlöletbeszéd hasonló abszurditásokat fog eredményezni a gyűlöletbeszédnek a tiltása. Tehát én ezt helytelennek tartom. Azt a társadalmi hatást, amit szeretnénk várni tőle, nevezetesen, hogy a beszéd, a megnyilvánulás, az legyen emelkedettebb, lehetőség szerint az emberi méltóságot tartsuk tiszteletbe, azt nem törvényi szankciókkal fogjuk elérni. Én befejezésül, hogy ne beszéljek sokat, mert nyilván a vita partner kollégáim is el fogják mondani a magukét, és az a jó, hogyha gondolom ezt igyekszünk röviden mondani, meg talán a közönség is fog hozzászólni. Azzal hadd fejezzem be, hogy nemrég, amikor a fiam iskolájában jártam, ahova a kislányom most fog majd járni, most felvételizett, akkor az igazgató, amikor kiállt a szülők elé, azt mondta, hogy ez egy olyan iskola, érdemes tudni, ahol nincsen házi rend. Tehát nincsenek olyan törvényi szabályok, amelyek a gyerekeket befolyásolják, itt csak muszájok vannak. Tehát olyan közösségi normák, amelyekre azt fogják mondani a gyerekre, hogy tőled ezt várjuk el. De nincs rend, nincs házi rend, ami az összes többi iskolában egyébként működik. És nagyon jól megvannak a gyerekek. Első osztályon érzik magukat. Felnőtt polgárként kezelik őket. Van felelősségük. Nem alattvalóként és nem gyerekként tekintenek rájuk. Tehát én ebben hiszek, és azt gondolom, hogy Magyarország letért egy helyes útról, sajnos az elmúlt években. Szerintem érdemes erősíteni a szabadságba vetett hitet. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. És a rövidség előnye az, hogy viszont válaszok is lehetségesek, ugye? Persze. Az osztályülők között én igyekszem, hogy a lehető legkevesebbet megszólalni, hogy ne tessék aggódni, hogy egy másik előadást is írálunk. Akkor én mindjárt itt vitába szállnék Fodor Gáborral. Én alapvetően nem értek egyet azzal, amit az ő álláspontjával ebben a kérdésben. Az elvi kérdésben is sem, hogy a szólásszabadság és az emberi méltóságot, hogyha mérlegre helyezzük, akkor melyik előbbre való. Ha muszáj preferenciát felállítani, akkor számomra az emberi méltóság előbbre való, mint a szólásszabadság, de azt gondolom, hogy inkább valamilyen egyensúlyi helyzetet kellene megteremteni ezek között. Nekem az elmúlt 20, tehát én is alapvetően egy liberális beállítottságú ember vagyok, számomra az elmúlt 20 év éppen annak a példázata, hogy és ez nem csak a Fidesz, tehát ez nem az elmúlt 3 évben következett be, hogy először a közbeszéd aljasult le mérhetetlen mértékben, és ezt követte aztán az erőszak elterjedése és a kirekesztés. Tehát én mindennek a gyökerét abban látom a közbeszéd mérhetetlen lezülésében. Ugye hát közhely
az a mondás, hogy minden a szavakkal kezdődik, de én tényleg úgy gondolom, hogy minden a szavakkal kezdődik. És én nem tudom, hogy jogilag hogy lehet ezt szabályozni, tehát nem is vagyok jogász, meg hát ez nyilván egy borzalmasan bonyolult kérdés, de számomra, és nem csak a magyarországi, tehát én úgy gondolom, hogy itt már tulajdonképpen a 90-es évek második felétől elkezdődött egy elképesztő züllés a közbeszédben, és mindenféle normának és mértéknek az áthágása, és tulajdonképpen ez tükröződik vissza ma a társadalmi cselekvésben. Sajnos azt is kell mondanom, hogy ez alapvetően a jobboldali médiából árad. Tehát egyrészt tehát itt nem vélemények mérkőztek meg egymással már nagyon régóta, hanem személyeknek, embercsoportoknak a megalázása, a lejáratása volt a cél. Részben és alapvetően szemenszedett hazugságokkal, részben pedig gyalászkodó kifejezésekkel. Én itt látom a gyökerét, és ez azért nem csak a magyarországi példa mutatja ezt. Hogyha a 30-as évek Németországát egy kicsit tanulmányozunk, elolvassuk Sebastian Hafnernek az egy Német története című művét, akkor láthatjuk, hogy ott is tulajdonképpen ugyanez zajlott le, de ha a ruandai népirtást nézzük, ott is hát azzal szembesülhetünk, hogy igazából mondjuk például ez a rádió, amelyik, tehát annak meghatározó és döntő szerepe volt azoknak az indulatoknak a felkeltésében, ami végül is több millió ember elüldözésével és legyilkolásával végződött, ami pedig a jogi szabályozást illeti. Szóval én azt gondolom, hogy elméletileg akár egyet is értenék azzal, hogy a társadalom kiveti magából, hogy az immunrendszer a társadalomnak majd ezzel felvesz. De ennek a társadalomnak nincs immunrendszere, és szerintem ezzel szembe kell néznünk, hogy milyen állapotban van ez a társadalom. Nem lehet összehasonlítani se az amerikai társadalommal, se az angol társadalommal. Ez egy nagyon speciális képződmény, ez a magyar társadalom még ebben a régióban is. Tulajdonképpen a demokratikus hagyományoknak, a demokratikus kultúrának semmilyen hagyománya nincsen Magyarországon. Nyilván ezek gyerekbetegségek, csak mondjuk már a mi életünk ebbe fog eltenni ennek a gyerekbetegségnek a végigszenvedéséből. Tehát ezek a jelképtörvény, meg ezek pontosan tudjuk, hogy ezek tehát ez nyilván nem oldja meg a problémát, de nem is akarják meg. Hát ez nem azért van, hogy megoldják a problémát, hanem azért, hogy lehessen nyugodtan kommunistázni. Arra valók ezek a jelképtörvények. És ami pedig az igazságszolgáltatást illeti, tehát itt is azt gondolom, hogy a realitásokból kell kiindulni. A magyar igazságszolgáltatás ebben a témakörben mérhetetlenül alacsony színvonalú. Számomra semmiféle normát nem jelent, politikailag nagyon erősen befolyásolt, tehát én ezt konkrét ítéleteken tudom megmutatni, hogy egyszerűen a semmilyen normatív szabályozásra az igazságszolgáltatás nem alkalmas, mint ahogy sajnos a törvényalkotás se pillanatnyilag. És én ezt egy csapdának tartom, hogyha most tényleg elkezdünk arról beszélgetni, hogy akkor most ez a jelkép törvénye nyilván nem helyes, de nyilván nem is a probléma megoldására lett kitalálva, hanem egyszerűen a politikai indulatok generálására, és arra, hogy nyugodtan lehessen itt törvényesen a vörös csillagot. Tehát teljesen abszurd, tehát minden más teljesen abszurd, amiben élünk. Én önmagában azt gondolom, hogy Jó, akkor András, téged kérlek meg, hogy beszéljél. Nem tudom, hogy téged be kellett mutatniál. Napot kívánok, pont András. Igen, túl este. Igen, szóval a HVG-nek vagy a újságírója, és azt gondolom, hogy ebben a minőségetben sokat is már. Igazítás. A jelképtörvény, ami a büntető törvénykönyv egy tényállása,
az a Koromkereszt tiltásával indult, és az akkori MDF kormány hozta ilyen kiegyenlítési alapon a szocialista, kommunista rendszerhez kötődő jelképeket is be. Nem onnan indult a kezdeményezés. Ez kifejezetten a 90-es évek elején a szélső jobb oldali ilyen-olyan mozgalmakra adott reakciónak a jogszabálykövetelésbe való öntése volt. No, én viszont nem tudom megígérni, hogy rövid leszek itt az elején, ugyanis már láttam a meghívó utáni körlevélben, hogy az én helyzetem speciális lesz. Mint kiderült, annyira egyébként nem is, de láttam én azt, hogy nem az a szituáció lesz, amikor én hihetetlen népszerűséget fogok kivívni. Van egy olyan tippem, hogy a jelenlévők döntő többségétől és a Péter a te kérdésedben megfogalmazott vagy mögöttes állításoktól radikálisan eltér a véleményem. Azt hiszem, hogy Vásárhelyi Máriával két olyan szélső pontján helyezkedünk el a szólásszabadságról folytatott vitának, amelyek között nem is óceánok vannak, hanem univerzumok. És én most az elején jól el is fogom mondani, hogy ebben mire gondolok. Viszont még, mielőtt ebbe belekezdenék, hadd mondjak valamit is. Valami, aminek beleje van. Úgy hangzott a felvezetés, hogy eddig tartott a gyakorlat, és akkor most áttérhetünk az elméletre. Ahogy öregszem, én a... Fordítva mondtuk, eddig ez az elmélet, és most beszélünk a gyakorlat. Nem te, hanem a bívótársaság részéről áttérhetünk az elméletre, mármint a szólásszabadság elméletére, így hangzott fel. Na szóval, ahogy én öregszem, én úgy vagyok egyre nagyobb híve a gyakorlatnak és a gyakorlatias gondolkodásnak. A deduktív levezetésekért ugyan rajongok, de a probléma minden számomra nem a mi a kívánatos, hanem mi a megvalósítható oldaláról vetül fel. És az első kérdés, amit körbe küldtél, Péter, amely úgy hangzott, hogy a partalan szólásszabadságról mi a véleményünk, én ezt ma egy újság szerkesztőségében ülő emberként nagyon máshogy látom. Azt állítom, a lehető leghatározottabban mondom, hogy a mai Magyarországon Pázmány Péter nem tudna publikálni, körülbelül 5,5 másodpercenként idéznék be valamelyik bírói testület elé. Én azt gondolom, hogy az a történelmi felvezetés sem állja meg ennek következtében a helyét, hogy a közbeszéd az durvult, a kifejezések azok egyre botrányosabbak lettek, és egyre nagyobb közéleti botrányokat váltott ki néhány kiszólás, írás, ez az amaz. Annyiban van ebben igazság, hogy maga a közélet kiszélesedett, többen vesznek benne részt, a tömegdemokráciáknak, a tömeg megjelenésével demokráciának benne több emberre hat. De ha a szólásszabadságnál és annak korai vitáinál tartottunk, csak emléketbe idézem, hogy Thomas Paine az például azt mondta, hogy a hanoveri választófejedelem ez az ostoba és erkölcstelen alak, így kezdte az egész bekezdését, na ez az angol királyról szólt. Így indított a 18. században. Más kérdés, utána elhagyta Angliát másodjára is, de ettől függetlenül Angliában még ezt a művet kiadták. Nálunk sokkal kisebb méltóságokat érintő, sokkal enyhébb kifejezésekért adott esetben bíróság elé kell állni. Azért mondtam, hogy mégsem leszek annyira speciális helyzetben, mert amiket Fodor Gábor elmondott, azzal javarészt egyetértek, és megnyugodva konstatáltam magam, hogy annyira egyedül talán mégsem leszek, de hogy annyira jó ne legyen nekem, azért gyorsan elhatárolódom tőle is. Ugyanis én nem osztom azt a felvezetésedet, Gábor, hogy Magyarországon jó irányba indultak, 1990-ben a dolgok. Egy angol szász mintára kezdtünk el a szólásszabadságot szabályozni,
vagy az emberi beszéd megszólalás lehetőségeit szabályozni. Én úgy gondolom, hogy az, hogy Magyarországot nyilvánosan beszélni lehetett, újságot lehetett írni, és önmagában a szólásszabadság, mint olyan értékként tételeződött, az az alkotmány bíróság forradalmi jogfejlesztő munkájának az eredménye, és nem a törvényhozóké. Az Alkotmánybíróság néhány legendás szólásszabadságot érintő határozata, amelyik lehetetlen, katasztrofális, szocialista időszakokból itt maradt jogszabályi rendelkezéseket áttör. Kapásból ilyen a szerintem teljesen avitt, életidegen, elfogadhatatlan becsületsértés törvényi tényállása, és nem csupán a büntető törvénykönyvben szereplő becsületsértés törvényi tényállásra gondolok, hanem a szabálysértési törvényben. Ha valaki nem lenne tisztában vele, ma Magyarországon annak, hogy én azt mondom valakire, hogy ő hülye, márpedig, hogy is mondjam, ezt társadalmunk tagjaival kapcsolatban orvosi papírokkal tudom igazolni, hogy igen nagy hányadára ezt okkal és megalapozattal el tudom mondani. Ennek ellenére ez egy szabálysértési tényállást megvalósítok, és mint olyan szabálysértésre szemben, vagy szabálysértési eljárásra szemben megindítható. Ezek a kis léhaságok, az a szemlélet, hogy az államnak az a dolga, hogy illedelmes, együttérző, méltányos, szép, harmatos és jó illatú társadalmat teremtsen, az megmaradt. És én azt gondolom, hogy ez egy helytelen szemlélet, és ha azt gondolom, hogy ha adhatok tippeket egy liberális pártelnöknek, akkor bármennyire népszerűtlennek is tűnik elsőből, én az elsőre, én azt egy fontos tevékenységének tartanám. Pártnak, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy az állam helyettük leélni az életet nem fogja, és nem fogja őket megkímélni az emberi együttélésből fakadó meg annyi sérelem javarészétől is. A javarészétől. És akkor most egy ennél a pontnál két szót az emberi méltóság versus szólásszabadság kérdésében. Van olyan szituáció, ahol ezek egymással szembeállíthatók, ahol egy kijelentés és az emberi méltóság mint olyan értelmezhető. De én nem gondolom azt, hogy az emberi méltóság az valami olyan, ami par excellence módon korlátot jelent a szólásnak. Arra gondolok, hogy az én méltóságomat például alapvetően nem érinti, hogy az emberek egy jelentős része mit mond vagy gondol róla. Ahol én vagyok, ahol az én méltóságom van, édes mindegy, hogy másmit karatjuk. És én nem is gondolom azt, hogy sértő kijelentésekért nekem bármiféle más elégtételt kéne vennem. No, a vita, vagy a mindenféle beszélgetés itt elágaznak. Van egy olyan része ugyanis a szólásszabadság korlátainak, amiről most nem fogok beszélni, ha szerencsénk van, akkor eljutunk idáig, ami minden, ami nem jog, ami egy társadalomban előmenetelt jelent, kitüntetéseket, egyetemi katedrákat, tehát az, hogy milyen fajta megnyilvánulásokat, magatartást, megszólalást honorál egy adott közösség, mi az, ki az, akinek sok barátja lesz, és kitől húzódnak el a villamoson. Ezek mind korlátozzák, vagy legalábbis befolyásolják a szólást. De nem jog. Nem kötődik az államnak a szabályozási hatalmához. Alapvetően, amikor szólás szabadság korlátairól beszélünk, akkor a megszólalók 91%-ának a jogi szabályozás fog eszébe jutni. De alapvetően ezt egyébként helytelen dolognak tartom, mert a te általad például felidézett PC kifejezés, ez egy pont egy olyan szituációban honosodott meg, ahol a szólásszabadságot államilag minimális mértékben szabályozzák, vagy minimális mértékben szólnak bele, hogy mit lehet mondani. Vannak természetesen az amerikai legfelső bíróságnak is vannak ezzel kapcsolatban legendás döntései. A közvetlen és jelen való veszély doktrinája, ami minden ilyen csevegésben elő szokott fordulni.
De a PC az pont azért alakult ki az amerikai egyetemeken, mert nincsen szabályozva a szólás, mint olyan jogilag az amerikai Egyesült Államokban, ezért egy másfajta illemrendszert dolgoztak ki maguknak. Alapvetően egyébként itt önszabályozásról van szó, az amerikai egyetemi közegben az ezt résztvevő. Na de akkor most térjünk el a kellemetlenebb részre, a jogra, és térjünk ahhoz vissza, amit előbb mondtam, zárójel következik, megmondtam az elején, nem leszek rövid, elnézést, zárójel bezárva, hogy a jog az mit tehet. És erre mondtam azt, hogy én, ahogy öregszem, egyre inkább gyakorlatias felfogású vagyok. Nem az a kérdés, hogy a jog jól szabályozza ezt a kérdést, avagy sem. Jó lenne, hogyha a jog másfajta eredményre jutna, hanem az, hogy egyáltalán a jog micsoda, mire alkalmas. És ha valaki azt várja, hogy empatív, együttérző, jól fogalmazó emberek gyülekezete legyünk, és ezt a jog számára teremtse meg, az nagyon rossz helyen keresi. Ilyen nem lesz a jog, erre nem alkalmas. Olyan eszköztől várja el ezeket a célokat, mely eszköz erre nem megfelelő, kalapáccsal akar csavart húzni. A jog az egy norma rendszer, amely arra szolgál, hogy a társadalom belüli konfliktusokat feloldja. A társadalmat sem tud teremteni. Ez persze keserű következtetésekhez is juthat. Ha azt mondja, vagy azt mondja, és Vásárhelyi Mária ezt mondta, hogy a magyar társadalomnak nincsen immunrendszere. Nem fogja kivetni magából a gyalászkodókat, vagy az uszítókat. Ezt a jog sem fogja megteremteni. És itt most nem azzal akarok érvelni, hogy nem olyan helyes, hogy ezt a jogtól várják, nem helyes liberális eszményeket megszegni, hanem azt csak lehető leghatározottabban és legnyugodtabban fogom azt mondani, hogy nem is lesz ilyen. Ha nincs immunrendszere a magyar társadalomnak, hajlamos vagyok néha pessimistább állapotomban igazat adni ennek a jelentésnek. Ha nincs, akkor más megoldásra kell jutni. Menni, vagy egészen más dolgokat csinálni, de jogszabályok követelésével és meghozatalával ezen a helyzeten változtatni nem fogunk. Mondok erre egyébként példát kifejezetten a szólásszabadság korlátozásának területéről. Mégpedig azt a szintén roppant triviális példát, amelyet a véleménynyilvánítás szabadságának elméleti vitáiban el szoktak mondani, az amerikai és a német alkotmány egymással való szembeállítása. Hogy a német alkotmány az a méltányosság alkotmánya, és az igenis egy európai államban megteremtették annak a lehetőségét, hogy bizonyos jellegű szólásokat, megszólalásokat, véleménynyilvánításokat, azokat szankcionáljanak. Nos, szerintem ez nincs elég Németországban sem. Az történt, hogy bizonyos kijelentésekre a társadalom maga, vagy a társadalmaknak a krémje tabut helyezett. Ez a tabusítás megelőzte a jogalkotást, és nem a jogalkotás helyettesítette a tabusítást. Nem azért nem lehet ma a siker reményével Németországban náci pártot alapítani, mert az alkotmányvédelmi hivatal ezt tiltja, hanem azért, mert volt egy olyan mély, felkavaró, sebeket feltépő történelmi vita, amelynek során kikristályosodott, hogy milyen útra nem akarnak megmúlván még egyszer lépni. Megjelenhet ez az alkotmányban, sehol máshol, azt hiszem a jogszabályok között, de ilyen néhány sarokban magában az alkotmányban, és szeretnék majd mutatni egy példát is arról, hogy egyébként ez a fajta igazságszolgáltatás a magyar bírói rendszerben is működhet, abban az esetben, ha nem zsúfoljuk túl alacsonyabb rendű jogszabályokat. Ez a példa a magyar gárda betiltása. Az egyesülési jog az rokon jog a véleménynyilvánítás szabadságának jogával. Az egyesülési gyülekezési és a véleménynyilvánítás szabadsága első generációs
alapjogok. És van egy metszete az egyesülési törvénynek, amely kifejezetten a véleménynyilvánítás szabadságát érinti, hogy adott esetben emberek kifejezett célból gyűlhetnek egybe, hogy azt kinyilvánítsák a közös céljaikat. A magyar alkotmányban az szerepel, minden nélkül szerepelt, senki nem törhet a demokratikus rend erőszakos megváltoztatására. És nagyon érdekes volt maga a per. A bíró azzal kezdte, hogy mindenkit kizárt a perből, aki beavatkozóként bejelentkezett. Tehát azt a fajta előnyt, amelyet egyébként a jogalkotók folyamatosan meg akartak adni különböző fenyegetett kisebbségeknek, polgárjogi szervezeteknek, kisebbségi szervezeteknek, ennek annak amannak, hogy mondjuk egy polgári perben vegyenek részt beavatkozóként, sértettként, vagy egyik félként, azt a bíró azt mondta, hogy kizárom, majd azt mondta, hogy mindenféle közöttes jogszabályt kihagyok, még az egyesülési törvényt is, csak és kizárólag az alkotmány rendelkezéseit alkalmazom erre az egy esetre, tehát a Magyar Gárda esetére, és feloszlatom a Magyar Gárdát. Ennek a fajta jogalkalmazásnak van egy szabatos terminus technicus megfogalmazása, úgy hívják, hogy na ne hülyéskedjünk, kérek. Ti is tudjátok, hogy ezt akarjátok. Én is tudom, hogy ti ezt akarjátok. Ne nézzük már egymást hülyének. Ne kezdjünk abba bele, hogy nektek milyen az egyenruhátok, milyen a jelvényetek, és a többi. Fogjuk magunkat, és megpróbáljuk egymást felnőttnél venni, kézmász, be vagytok tiltva, mert az alkotmány nem teszi lehetővé. Hogy ez működjön, ehhez következő kellene. Szélsőséges és extrém eset legyen, nagyon kevés, és hihetetlen erős társadalmi és politikai akarat legyen az ítélet mögött. És hiába van ott a Jobbik a parlamentben, az egyedüliként, amelyik mondjuk ezzel az ítélettel nem értette egyet, volt annyi erő az egész rendszerben, hogy azt mondja, hogy nem elimináljuk el most ezt az ítéletet. De mondom ennek, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kivételesnek kell lenni. Ha már sok van belőle, abban az esetben vége láthatatlan pereskedések kezdődnek, és még az ilyen apró célokat, vagy kivételes célokat sem sikerül már a következő percben elérni. Én azt gondolom, hogy ha valaki a joggal akarja a szólásnak adott esetben meglévő káros következményeit elvenni, az pont azért, mert ez nem egy megfogható terület, olyan területre fog tévedni a következő 10 másodpercben, olyan utakat nyit meg, amely utak megfelelőek lesznek a szabadságot nem szerető embereknek, és várhatatlanok a szabadságot szeretőknek. Ugyanis a szólásszabadságnak jogi korlátai így ilyen módon nincsenek. Nem korlátokat állítunk a szólás elé, hanem embereket hatalmazunk fel, hogy döntsenek, mi elfogadhatatlan. Adott esetben, elsősorban bírókat. Minél több mindent testálunk a bírókra, annál több az esélye annak, hogy a saját műveltségük, elfogultságuk, előítéletük, politikai rokonszedjük alapján fognak döntek. Ez, amit szerintem meg kéne érteni. Végezetül. A náci beszéd terjedésének jogi kérdésként való felfogása egy további roppant káros következménnyel jár, mégpedig legyengíti az antináci erőket. Azok ugyanis folyamatosan jogszabályokat fognak követelni, azt, hogy az állam ezt oldja meg, miközben tevékenység ezer van. Miközben nálunk, mint mindenki megállapított, terjed a szélsőséges nézeteknek a garmadája, a közben Prágában szétverik az ilyen módon tüntetőket. Én azt gondolom,
hogy ha 20 évnyi felelősségről beszélünk, akkor itt mindenki a sajátját is tegye mellé, ne csupán a törvény alkotóra mutogasson, bár én nem voltam az, hogy a saját közegeiben, egyetemi közegekben mondjuk sikerült-e olyan normarendszereket elérni, hogy hiába nem büntetendő mondjuk egy vélemény terjesztése, egyetemi katedrán ennek nincsen helye. Hazánk első számú szélsőjobboldali káprázatosabb tehetséges képviselője, a legfontosabb állatmi egyetem büntetőjogi tanszékének megbecsült előadója. Most azt hiszem éppen ilyen, mit tudom, ilyen fizetés nélküli szabadságon van. Szegény. Hogy ezerfajta normarendszer működik még egy társadalomban, ha a társadalom működik, és ezekre kéne koncentrálni. Egyből a jogszabályra és azon belül is a legszélsőségesebb példára, tehát a büntetőjogra mutatni, az semmi másra nem lesz jó, mint hogy ismétlen magamat, mert nem tudok más csinálni, legyengítse az ellenakciót. Egyébként pedig azt tudom mondani, eltekintve a gyűlöletbeszédtől és a náci beszédtől, kicsikét védendő magyar sajtó egyik legszabadszájú galeriét, hogy minél merevebb egy struktúra, annál gorombább a kritika, és ez önmagában egy egészséges dolog. Hát, hogyha nekem a Tótát le kéne tiltanom egy seggfejről, hát szerintem felrobbanna a szerkesztőség, meg sem kísérletet sem teszek rá. Én azt gondolom, hogy a mi alanyi jogunk az, hogy ezt a lehető legbátorlatlanabb formában húzzuk a döntéshozók is a néptudomására, hogy mi gondolunk róluk. Méltóság, hogy ezzel kapcsolatban valamira nem érnek el. Köszönöm szépen. No, akkor kikér szót a szanárőr között? Hát én csak néhány szóba szeretnék reflektálni. Hát nyilván én azt gondolom, hogy a méltósága mindenkinek érdekel. Szabad-e kérni az előadókat, hogy ezt a mikrofon nélküli szobahangot egy picit erősítsék meg, jó, hogy az idősebb korosztály is élvezhessék a szövegeket. Az én alapállásom az az, hogy olyan ember nincs, akinek a méltósága nem érdekel. Szerintem annak is a méltóságát tisztelembe kell tartani, akit egyébként én mélységesen megbeteg. Mégsem fogok vele kapcsolatban a nyilvánosságban olyan kifejezéseket, jelzőket használni, amelyekről úgy gondolom, hogy a méltóságába gázolnak. És itt ugye azért élesen el kell választani, hogy véleményekkel vitat, mert véleményekkel vitatkozunk, vagy a vélemény megformálóját próbáljuk meg lejáratni, gyalázni, ellehetetleníteni. Ami a jogot illeti, a jog valóban egy normarendszer, de minden normarendszer egy értékrendet is kifejez. Bizonyos értelemben visszatükrözi egy társadalomnak az értékrendjét, tehát olyan normarendszer nincs, amiben nincsenek értékek. Ennek megfelelően szerintem a jognak, mint normarendszernek tükröznie kell azokat az értékeket, amiket mondjuk a demokratikus Magyarország fontosnak tart, ha még ez demokratikus Magyarországnak nevezhető. Ez nyilván egy másik vita. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jogtechnikai felfogás, ez egyszerűen nem állja meg a helyét. A jog egy értékrend, és a jogra így kell tekinteni, és azt mutatja meg, hogy abban a társadalomban mik azok az értékek, amiket preferálnak, mik azok, amiket fontosnak tartanak, és mik azok, amiket nem. Egyébként pedig a joggal visszaélni mindig lehet, tehát nincs olyan jog, amivel ne lehetne visszaélni, mégse ezt kell normának tekintenünk. Azt gondolom, hogy ezek a példák, amik itt előjöttek, ezek egytől egyig a joggal való visszaélésre vonatkozó példák. És akkor, tehát én szerintem mégiscsak abból
kellene valahogy kiindulnunk, vagy abból kellene a következtetéseinket levezetni, hogy végül is hova vezetett... Elnézést, melyik volt a joggal való visszaélés? Ja, kérdés. Itt egy konkrét példa, hát ugye egyrészt a maga a jelképtörvény is, amit én, tehát lehet, hogy az MDF kormány alkotta meg, de hogy ennek az alkalmazása az most válik hangsúlyos, tehát lehet, hogy létezett ilyen jogszabály, viszont nem alkalmazták. De mondom, én ezt az egész jelképvitát egy tévútnak gondolom, de most itt a joggal való visszaélés alatt azt értem, hogy általában is szerintem folyamatosan az annak vagyunk a szemtanúi, meg az elszenvedői Magyarországon, és ez ellen nincs is gyógyszer, de én alapvetően mégis abból indulnék ki, hogy hova vezetett az elmúlt 20 év, és az a valóban abszolút liberális felfogás, és én úgy gondolom, hogy a gyakorlat nem igazolta vissza. De nem volt liberális felfogás, mi azt mondjuk. De volt liberális, tehát nem tudom, hogy miért nem volt liberális, végül is lényegében korlátlan volt mondjuk a véleménynyilvánítás szabad. De most az, hogy a hatalom, tehát az, hogy a felségsértés, vagy a hatalom kritikája, az a cenzúra kérdés, az szerintem már egy másik területre vezet. Tehát az, hogy a hatalmat nem lehet kritizálni, az nem ebbe a témakörbe tartozik szerintem, vagy kérdéskörbe, az abban a kérdéskörbe tartozik, hogy van-e cenzúra, vagy öncenzúra a médiában, vagy nincsen. Van. Hát ez ebben egyetértünk, és nagyon sok mindent nem lehet leírni, de nem egymásról, nem a polgártársakról nem lehet leírni, hanem bizonyos autoritásokról nem lehet leírni. Először, akikről nem lehetett leírni semmit, azok az üzletemberek voltak. Csak és kizárólag utána jöttek a politikusok. Magyarországon ezt először a bankvezérek és egyéb homályos hátterű emberek honosították meg, hogy öncenzúrának kezdtek el a szerkesztőséget gyakorolni. Nyilván az újságíró foglalkozásnak is van nagyon sok kockázata. Én egyébként nem tudom, hogy miért olyan... Tehát én nem tartom egy olyan ördögtől való dolognak, hogyha valaki a bírósághoz fordul. Hát a bíróság az egy jogi típ. Egy legitim eszköz arra, hogyha valaki úgy érzi, hogy valamilyen sérelem érte, akkor elmegy a bíróság, és majd a bíróság eldönti, hogy igaza volt, vagy nem. De ez ha igazságot írnak, akkor nem lehet menni a bíróságra, ez az igazi veszély. Na jó, de ennek az a baja, hogy olyan színvonalúak Magyarországon a bíróságok, és annyira függetlenek, amennyire. De hogyha tényleg bíznánk az igazságszolgáltatásba, ha azt gondolnánk az igazságszolgáltatásról, hogy valóban az igazságot próbálja meg kideríteni, akkor én azt gondolom, hogy az egy teljesen legitim eszköze a védekezésnek. Egyébként szerintem a liberálisoknak nem is nagyon van más eszközük. És most itt arról beszéljünk mondjuk, hogy egy ilyen médiahelyzetben, ami ma van Magyarországon, hogy mondjuk a nyilvánosság 90-95%-a kormánypárti befolyás alatt van, vagy effektíve kormány közeli tulajdonban, ott milyen lehetőségei vannak egy állampolgárnak arra, hogy megvédje saját magát. Azt mondanak el, és most itt arról beszélünk, hogy együtt lehülyézzük, hát itt azért pontosan láttuk az elmúlt években, hogy lehet embereket totálisan tönkretenni. Hát ezt éltük végig szerintem az elmúlt években, hogy embereknek a személyiségét szabályosan lerombolták, a sárba gyalázták. Ez így történt, és azért, mert nincsenek kiegyensúlyozott médiaviszonyok, mert nincs lehetősége arra, hogy megvédje magát. Szerintem ma az egyszerű állampolgárnak tulajdonképpen a bíróságon kívül nincs eszköze arra. Az is csak egy szomorú kenyér, hogy ott kell keresni az igazságát, de mégis vigaszágon legalább valahol esetleg, bár erre is nagyon kevés esély van, mert mondjuk tegyük hozzá, hogy mondjuk például ilyen most polgári perekben mind a mai napig egyetlen egy eljáró tanács ítélkezik másodfokon mindenféle ilyen személyiségi jogi kérdésekben,
aminek most már lehet, hogy nem tagja a Győri Tibor felesége, aki ugye a Fidesz egyik, illetve a legbelsőbb üzleti köréhez tartozik, de évtizeden keresztül a tagja volt, és mind a mai napig ez az egyetlen eljáró tanács, ami személyiségi jogi perekben ítéleteket hoz. Tehát én amúgy senkit nem beszélek rá arra, hogy pereskedjen, mert lényegében csak egy véletlen, mármint, hogy ha mondjuk... Tehát legtöbb peredek meg. Nem, egyáltalán nem nyertem meg, de meg ettől függetlenül is, én azt gondolom, hogy például ebből a szempontból sokkal jobb volt a helyzet a 90-es években a bíróságok függetlensége szempontjából. Akkor is születtek olyan ítéletek, amiket színvonaltalannak neveznék, de sokkal jobb volt a helyzet. És hát önmagában visszaír és kiállapítja meg. Hát én nem, tehát nem kell minden, szerintem mi magunk is meg tudjuk állapítani. Tehát én nem... Még szót adok még egyszer Fodor Gábornak, és aztán ott már ketten jelentkeztek, de lehet, hogy többen is. Kettőt határozottan láttam. Igen, három... Van időn a vitára, tessék. Igen. Tehát akkor néhány észrevétel az elhangzottakhoz. Tehát szeretném leszögezni az elején, hogy valóban itt vitatkozunk egymással, de én például a Vásárhelyi Máriát nagyon szeretem, a barátomnak gondolom, és nagyon tisztelem őt. Ebben a kérdésben az az igazság, hogy mi hagyományosan nem értünk egyet, tehát ez nem újdonság számunkra, mi nem csak nyilvánosság előtt, hanem barátilag is szoktunk erről vitatkozni eleget. Úgyhogy félre ne értse senki se a ilyen értelemben a vitát, ez nem személyes dolog, hanem egy elvi kérdés tényleg, amiről itt vitatkozunk. Tehát néhány dolgot hadd mondjak. Hát először is a Marcsinak az egyik alapállítása az volt, amivel úgy tapasztalom, hogy az ilyen típusú vitákban általában, akik hasonlóan érvelnek, mint ő, valóban ezt el szokták egyfajta axiómaként fogadni, méghozzá azt, amit ugye a Marcsi úgy fogalmazott, hogy nincsenek igazából demokratikus hagyományaink, nem kellően felnőtt a társadalom, te ugye hozzátetted azt is, hogy az immunrendszeresen erős a társadalomnak. Na, szóval hadd álljak meg ennél, mert itt sokszor a vélemények mögött ez az alapállítás, vagy alapfeltételezés húzódik meg, és megjegyzem, mi itt ugye ebben a vitában Hont Andrással egy platformon vagyunk, még akkor is, hogyha az András ugye itt tett egy distinkciót az irányomban, majd mindjárt arra is kitérek. Szóval én azt gondolom, hogy ebben nincs igazat. Tehát én pontosan az ellenkező állásponton vagyok. Szerintem a magyar társadalom felnőtt. Szerintem van immunrendszere, és szerintem felnőttnek is kell tekinteni. Ha nem tekintjük felnőttnek, akkor örökké alattvalóként fog tevékenykedni, élni, örökké paternalista módon gyerekként fogunk hozzá viszonyulni. Hogyha azt gondoljuk, nem úgy kell, tehát én nagyon határozottan más véleményen vagyok, szerintem mint ahogy egy gyereknek is, hogyha örökké gyerekként akarjuk kezelni, és nem adjuk meg neki azt a lehetőséget, hogy valóban felnőttként a maga hibáival, tévedéseivel együtt álljon a saját lábára, akkor az örökké gyerek lesz. És örökké várja majd az állami gondoskodást. Ugye a szülői gondoskodás értelemszerűen a példában. Tehát szerintem a magyar társadalom felnőtt, és én egy más kiinduló pontot javasolnék nekünk, hogyha ebből indulunk ki egyébként, vagy ezt elfogadjuk, ráadásul, hogy nem vagyunk felnőttek, nem elég erős az immunrendszerünk, nincsenek demokratikus hagyományai, hát abból nem sok jó következik. Ugye itt az András tette egy megjegyzés, hogy akkor ebből az következik, hogy el lehet menni. Mondtad ugye, hogy te borúsabb pillanataidban azt gondolod szintén, hogy esetleg az immunrendszer nem olyan erős a magyar társadalomban. Hát igen, sokféle következtetés le lehet ebből vonni. Én más következtetést vonok le. Szerintem felnőtt a magyar társadalom, még egyszer hangsúlyoznám, szerintem küzdeni kell, harcolni kell, a saját elveinket kiállni, és a magyar társadalom is változik. Vannak jobb és rosszabb periódusai, vannak helyes és rossz döntései természetesen. Szerintem egy jobb periódusa volt egyébként a 90-es évek eleje, most ez egy rosszabb periódus, amivel a magyar társadalom van, de lesz jobb is. Főleg akkor, hogyha küzdünk. Ha nem küzdünk, nem lesz jobb. Csak egyre rosszabb lesz. Na most a másik megjegyzés, az részben ehhez kapcsolódik, és majd innen szeretnék áttérni az Andrásnak a megjegyzésére. Ugye én itt hivatkoztam arra, hogy volt egy gyakorlat Magyarországon, egy joggyakorlat, szerintem helyesen, és azt gondolom, hogy ez jó is volt, és kiállta az idő próbáját. Magyarországnak a rendszerváltás utáni időszakát, én a rendszerváltás utáni első évtizedét, ahogy ezt már többször hangsúlyoztam, itt is szeretném nagyon határozottan elmondani, Magyarország első évtizedét a rendszerváltás után én egy sikeres évtizednek tartom. Tehát ez egy sikertörténet volt. Minden nehézségével együtt hozzátenném, mert mihez tudjuk magunkat viszonyítani? A hasonló helyzetből érkező országok
helyzetéhez, tehát szintén a volt kommunista országokat kell összehasonlításként, vagy viszonyítási alapként vennünk, és hozzájuk képest Magyarország sikeres ország volt. Nem véletlen, hogy a 2000-es évek elején az Európai Unióba való belépésünk előtt, a csatlakozás előtt, az OECD, amikor jelentést készített a különböző csatlakozásra váró országokról, Magyarországot emelte ki, mint olyan országot, amelynek a legnagyobb esélye van arra, hogy az uniós csatlakozást sikertörténetet formálja. Az, hogy ez nem így történt, az már a mi problémánk. Nem azért történt, mert a Magyarországon a szólásszabadság szabályozása nem volt megfelelő, tehát a Marcsival ebben sem értek egyet. Tehát szerintem nem ez volt a fő tényező, nem ezzel indult el ez a folyamat, hanem azért, mert Magyarország politikai hibákat követett el, és lényegében bal és jobboldali populizmus jelent meg a politikában. Ez vitte tévútra Magyarországot egyébként a 2000-es esztendőbe. Tehát a rendszerváltás utáni első évtizedünk sikeres volt, a többiekhez viszonyítva abszolút az élmezőnyben voltunk, a második évtized kudarc, nem véletlen, hogy lesüllyedtünk oda, hogy ma már nem a visegrádi országokkal vagyunk versenyben, hanem Isten tudja ki, tehát ugye Bulgáriával, Romániával is kevésbé vagyunk már lassan versenyben, hogyha az elmúlt heteknek a híreit nézzük. Na és akkor itt térnék ki az Andrásnak a megjegyzésére. Szerintem ez kettős folyamat, helyes, amit te mondtál. Igen, az Alkotmánybíróságnak ebben komoly szerepe volt ennek a gyakorlatnak a kialakításában, de azért lehetett ilyen alkotmánybíróság Magyarországon, mert a rendszerváltáskor a rendszerváltás alkotmánya az egy liberális szellemben megalkotott alkotmány és jogrendszer volt. Az Alkotmánybíróságnak egy olyan hatáskört adott, amelyet egyébként most a mai alaptörvényünk már elvett az Alkotmánybíróságtól. A láthatatlan alkotmány koncepciója, ugye, ami Sólyom László nevéhez kapcsolódik, az ma már nem lenne megalkotható és nem is működik, hiszen épp a Fidesz döntése eredményeként arra kényszerül az Alkotmánybíróság, hogy felülvizsgálja a korábbi döntéseit, és azokat lényegében kidobja az ablakon. Nagyon sokat közülük legalábbis. Tehát a kontinuitás szűnik meg lényegében az Alkotmánybíróság előzetes gyakorlatával. Én ezt egy óriási problémának érzem, és szerintem ez így egységes egész a rendszerváltás utáni Magyarország. Alkotmánybírósággal, törvényhozással, joggyakorlattal és minden mással egyet. És akkor itt a joggyakorlattal is hagyd tegyek egy megjegyzést, azzal sem értek egyet, hogy ne lehetett volna fellépni a 90-es években vagy a 2000-es években olyan eseményekben. Hozzátenném, ezek fontos ügyek, de továbbra is hangsúlyoznám, hogy nem ezek voltak Magyarország fő problémája. Tehát Magyarország nem azért tévesztett utat a 2000-es években, mert nem szabályozták pontosan egyébként a szólásszabadságot szerintem. Tehát nem ez volt, szerintem ez az a terület volt, hogy még egy erősebb állítást legyek, ami rendben volt Magyarországon. Ami lényegében minden problémával együtt, minden kínlódással, minden jogalkalmazási nehézséggel együtt, tehát félreértés nehézség, nem azt mondom, hogy minden tökéletes volt és mintaszerűen működtünk, hanem alapvetően az út, az irány, amiben elindultunk, az rendben volt. Tehát visszakanyarodva ide a gyakorlatra, nekem az volt a tapasztalatom, hogy a 90-es években is, és a 2000-es években is, amikor szélsőséges esetek történtek, általában hát sokakat indulatokra sarkaltak, például emlékszünk Szabó Albertéknek az esetére, emlékszünk arra, hogy mi zajlott a futballpályákon. Én emlékszem ezekre a történésekre, hogy minden alkalommal, amikor mi elmondtuk azt, hogy a létező jogszabályok alapján is föl lehetne lépni, a létező jogszabályok alapján is bizonyos dolgokat meg lehetne tenni, illetve nem is kellenek jogszabályok ahhoz, hogy a civil társadalom vegye a bátorságot és cselekedjen egyáltalán. Mert ugye ez is egy paternalista attitűd, hogy állandóan azt várjuk, hogy majd az állam megoldja helyettünk. Tehát ott akkor is lehetett volna tenni, például a futball történet az egy nagyon jó példa erre, bizony a Magyar Labdarúgó Szövetség felléphetett volna, a rendőrség felléphetett volna, és én tudom pontosan a rendőri vezetőktől, hogy azért nem léptek fel, mert természetesen a rendőrség is konfliktus kerülő. Nem akar ilyen delikát politikai ügyekben, vagy politikai felhanggal rendelkező ügyekben valamelyik oldalra állni, és sokkal egyszerűbb eljátszani azt, hogy hát kérem szépen, mi nem tudunk semmit se csinálni, mert a parlament nem alkotott törvényt. Nem alkotott jogszabályt. Az a helyzet, hogy minden jogszabály rendelkezésre állt, ami alapján meg lehetett volna tenni azt, amit meg kell tenni. Csak azok, akik erre hivatottak voltak, gyávák voltak cselekedni, a civil társadalom gyenge volt, alapvetően Magyarország a hagyományai miatt arra szocializálódott, hogy felülről várja állandóan a megoldásokat. Ehhez pedig idő kell, hogy ezzel szembesüljünk. Ehhez idő kell, hogy megszokjuk azt, hogy felnőttként kezeljük önmagunkat és társainkat és az egész magyar társadalmat, és hát nem pedig gyermekként. És még egy utolsó példa erre, ugye a nemzetközi példák, említettünk angolszász és német gyakorlatot, és ugye itt az András
hivatkozott a német példára, igaza van ebben is, tehát ebben is egyetértünk, azért hagyd tegyem hozzá, hogy itt Magyarországon szerintem a tévúthoz tartodik a gyűlöletbeszédnek az úgynevezett tiltása, a jelképtörvény és a holokauszt tagadás körüli vita és a holokauszt tagadás törvénybe iktatását sem tartom helyes példának. Németországban ez megtörtént egyéb iránt, de Németországban soha nem alkalmazták ezt. Tehát valóban úgy van, ahogy mondod, hogy a német társadalom alakított ki egy olyan normarendszer, ami alapján Németországban ez nem fordulhat elő, vagy ha előfordul, akkor annak komoly következményei vannak, de nem azért, mert a bíróság alkalmazza, és a bíróság fogja jogi úton ezeket a következményeket érvényesíteni. És a magyar társadalomnak is szembe kell azzal nézni, ez akkor fog működni Magyarországon, ha mi is képesek vagyunk venni a bátorságot, és cselekedni, és tenni, és nem mástól várjuk a megoldást ezekre a problémáinkra. Hadd reagáljak én is még, mielőtt kérdezzenek. Most nem mondhat, két majd jelentkezőnek adom meg azt, hogy igen, tessék. Elnézést, én sokkal tömörebben szeretném elmondani, mert itt nagyon bonyolult volt ezt végighallgatni, annyi részlet. Megszervezte magát, ők tudják, hogy dörgés, erőse. Én ezt végighallgattam te vitáról. Én ugyanezt hallottam a bal oldal bezzeg, azt tud minden, és az pedig, hogy a jobb oldal bezzeg nagyon egyszerű üzenetekkel foglalkozik, még az MSZP-SZD-SZ-t ír, itt javasolnám a több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak, mély és kidolgozott, szofisztikált üzenetét mindenkinek felhomályoz. A jobb oldal versus demokratikus oldal kifejezést párt is szeretném, ha törölnék, és ez egy fontos kérdés. Ugyanis ez érinti a legeslegelső felszólást. Én azt sem szeretném, hogyha engem a többség korlátozna a véleményem szabad kinyilvánításában. Emberi jogról beszélünk, és nem polgári demokratikus jogról. A szólásszabadságnak a célját és a szólásszabadság társadalmi hasznát sikerült itt szerintem összekutyulni. És hoztam arra is példát, hogy az állam jelenlegi szabályozási hatalmával nem a demokratikus közbeszédbe, tehát az állam irányításának megvitatásába avatkozik csupán bele, hanem magántermészetű vitákba. És hogy szerintem miért nem helyes, hogy ezt teszi? A vélemény nyilvánítás szintjén. Aztán természetesen a szólásszabadság ez exakt módon véleménynyilvánítás szabadságának értendő. Pont azért, ami Rózsa Mihállyal történt. A sértésnek egy szabad társadalomban meg lehet a maga funkciója. Ha én azt mondom a Tomcatre, hogy náci, vagy Budaházira, hogy náci, akkor nem feltétlenül arra gondolok, hogy ő a megszólalásaival kimerítette az NSZDAP-nak a teljes történelmét és a különböző tételeit, hanem jelezni akarok valamit. Azt akarom jelezni, hogy ez ide vezet. Ha ezt blokkolja az állam, akkor tőlem ezt a fegyvert elveszik, na de, aki hasonlattal, allegóriával, bármi mással akar gyűlöletre uszítani, mert hát hiszen a szónak az a legfontosabb tulajdonsága, hogy variálható, azért van költészet, azért van szép irodalom, hogy mindig mindent meg lehet kerülni és érzékeltetni, neki megmarad a szabadsága, hogy éppen ugyanúgy gyűlöletet szítson, tőlem viszont elveszik azt, hogy jelezzem, hogy a náci már pedig náci, vagy a nácizmushoz vezet. Indoklás nélkül nem lehet mondani. De én azt gondolom, csak én azt gondolom, hogy ezt nem csak kéne. Csak valamilyen cselekményén. Ki dönti ezt el? És erre mondtam azt Vásárhelyi Máriának, meg az elején, hogy a gyakorlati érvelésnek vagyok már réges-régen a híve, én nem. A mi lehet, mi helyes, mi elképzelhető, mi az ildomos oldaláról próbálok érvelni. Van oldaláról. Hiába mondják azt, hogy ez a társadalom nem felnőtt vagy felnőtt. Az én érvrendszerem az úgy hangzik, hogy mindegy, hogy felnőtt vagy nem felnőtt. Amúgy sem a jog fogja megteremteni, hogy nagykorú lesz-e vagy kiskorú. Itt a vélemény nyilvánítás szabadsága jogi szabályozása szempontjából ez egy indiferens kérdés.
Csomó minden másban nem indiferens kérdés, csomó minden másban léphet előre az állam, leginkább azzal, hogy mondjuk színvonalas oktatást tart fenn. Szerintem úgy azt gondolom, hogy ez az alap. És van egy rossz hírem ugyanis. A Vásárhelyi Mária azt mondta, hogy nem tartja ördögtől valónak, hogy valaki a bíróságra megy. És a bíróságnak végülis feladata lenne az igazság kiderítése. A bíróságnak nem feladata az igazság kiderítése. A bíróság ítélete jó, ha valamiféle kapcsolatban áll az igazsággal. A bíróságnak egy konkrét vitát el kell dönteni. És egyébként ezügyben ez törvényalkotói munka volt annak idején. Az egyik első intézkedés a rendszerváltásnak az az volt, hogy törölte a bíróságnak azt a feladatát, hogy minden egyes polgári perben a valós igazságot ki kell derítenie. Ugyanis ezt nem tudja megtenni, mert így az államot hatalmazom fel, hogy valami olyan ügyben is döntsön, amit én nem vittem bíróság elő. Azt a szabadságomat vonja el tőlem, hogy eldönthessem azt, hogy mit akarok a bírósággal előtt érvényesíteni, és mit nem akarok. Felhatalmazom az államot, és az állam helyett mindig tessék gondolni, adott műveltséggel, adott elképzelésekkel, adott előítéletekkel rendelkező bírót behelyettesíteni. És én azért vagyok most ennyire karcos, és kicsit szívem szerint még karcosabb lennék, mert minden oldalon, minden ilyen társaságban az folyik, az lesz népszerű, aki egy illúziót dob oda az embernek. Én nagyon határozottan azt állítom, hogy Vásárhelyi Máriának nem volt velem szemben ellenérve, én nagyon más oldalról érveltem. De tudom pontosan, hogy a füleknek az a kellemes, hogy a jog ezt majd valahogy megoldja. És akkor egy ilyen minden ilyen burokban ez lesz a népszerű. És a politikusok egy idő után erre rátelepedtek ebben az országban, illúzió léggörböket dobtak oda a saját híveiknek, felszámolva adnak a lehetőségét, hogy megvitatjuk egymással, hogy mi a reális, és ilyen kis, de legyen úgy, ahogy én akarom, gömbölbe állt össze az egész társadalom, amelyik tényleg most már semmilyen formában nem tud érintkezni egymással. És ebből a szempontból, Gábor, ne harag, hogy én nem érzem ennyire idealizált módon sikeresnek a 90-es éveket, ugyanis mindazok a frusztrációk, amelyek a magyar társadalomban évtizedek óta lappangtak, nem a rendszerváltással kezdtek el lappangani, vagy voltak lent, azok pont a lefolytás miatt, ezerféle lefolytás miatt nem tudtak a felszínre jönni, és akkor valami, hát ott tört ki, ahol ki tudott végül, mint ahogy ez a vulkánoknál is szokott, és hirtelenjében az összes létező frusztrációnk, elhallgatott történelmi keserűségű, kibeszéletlen vitánk, meg az ilyen illúzió, hogy valaki majd megteremti nekünk, amit nem tud más megteremteni, az jöjjön, teremtse meg kétharmaddal, gyűlöletbeszéd törvénnyel, bármi mással. Ez már be volt kódolva a 90-es években, hogy ez lesz a vége. Szerintem. Gyorsan hadd reagáljak azért egy pár szóval, tehát én azt gondolom, hogy természetesen nem az igazságszolgáltatás oldja meg ezeket a problémákat, egyébként az igazságszolgáltatás és az állam az szerintem nem ugyanaz, vagy tehát az igazságszolgáltatás az ugye egy független hatalmi ág elvileg, de az igazságszolgáltatás a demokratikus intézményrendszernek egy eleme. És nyilván akkor lenne itt, vagy lesz normális demokrácia, hogyha ezek az intézmények egyenként és külön-külön az alapvető demokratikus értékeket magukévá teszik, és ementén működnek. Tehát az igazságszolgáltatásnak csak funkcionálisan kéne működnie. Szerintem, ha nem is az igazságot, de számos kérdésben egy értékrendet kellene képviselnie, adott esetben a demokratikus értékrendet. A Misinek pedig azt mondom, hogy először is nyilván bele fogsz fáradni ebbe, én ezt neked borítékolni tudom, ez a megyek a bíróságra, akkor én elmondom a saját példámat, ha már. Rólam egy éven keresztül, és nem csak a jobboldali mainstream média, hanem a közszolgálati médiában minden héten megvitatták, hogy az én bőrömből cipőt vagy lámpaernyőt kellett csinálni. Tehát ez olyan mérhetetlenül visszhangtalan maradt, és ez már nem az én magánügyem. Tehát amikor az én gyerekemtől az iskolában megkérdezi a tanárnő,
Ugye a te mamád az, akinek a bőréből lámpaernyőt kell csinálni, akkor most túl azon, hogy ez nekem meg a gyerekemnek nagyon rosszul esik, és egy teljesen nyilvánvaló egyértelmű zsidózás, ez nem az én ügyem innentől fogva. Ez a magyar társadalom ügye, azoké, és itt beleértem a politikai elitet, amelyik egy éven keresztül ezt egyetlen egy szó ellenvetéssel asszisztált ehhez. Ez nem rólam szól ez a történet. Ez arról szól, hogy lehet-e valakiről egy éven keresztül súlykolni, hogy zsidó, akinek a bőréből lámpaernyőt kell csinálni. És van egy olyan társadalom, ahol egyetlen egy ember nincsen, aki azt mondja, hogy most már álljunk meg. Mármint aki a nyilvánossághoz hozzá tud férni, mert nyilván a barátaimnak ez nem tetszett. Tehát ez már rég, és ugye teljesen aránytalan volt nekem. Milyen eszközöm van arra, hogy ennek véget vessek? Egy eszközöm volt, elmentem a bíróságra, és kimondta a bíróság, hogy ez gyalászkodó, meg az emberi méltóságomban megsért, és utána abba hagyták, mert nem akartak többet bíróságra jönni. Tehát nekem ez az egy eszközöm volt arra, hogy véget vessek ennek. Ennél fontosabb eszközöm szerint. Lászlózat. Micsoda? A tolla. Sokkal fontos. De ez nem így van, mert egymás között beszélgetünk, tehát mi itt ezt megbeszéljük, és amit én leírok az ÉS-ben mondjuk, vagy akármelyik fórumon, tehát én úgy gondolom, hogy mi például egy totális kommunikációs gettóban vagyunk. Mi egymással beszélgetünk, és a lakosság 95%-át baromira nem érdekli, hogy mi miről beszélünk. Fogalmuk sincs róla. Nézik a kereskedelmi televíziókat, és hallgatják az agymosást. Hát ezt kell mondanom, és ebben iszonyatos felelőssége van a baloldalnak, meg a liberálisoknak, hogy hagyták ezt a helyzetet előállni. Szeretném idézni Krémer Ferenc Galamuszban írását, aki azt mondta, hogy az a helyzet, ami ma Magyarországon van, ez következménye annak a 20 évnek, ami ezelőtt volt. Természetesen nem a szükségszerűség, hanem a lehetőség formájában következménye. Ezért én azt kell mondjam, hogy annak az ideának, ami lehet, hogy papíron nagyon szép, és amelyet a liberálisok, Fodor Gábor is ott képviselte a parlamentben, annak az ideának, hogy a szólásszabadságnak ne legyen határa, ennek az ideának valamilyen módon következménye az, ami Magyarországon ma van. Nem beszélhetünk törvényről, nem beszélhetünk társadalomról, nem beszélhetünk történelmről, Auschwitz után ugyanúgy, mint Auschwitz előtt. Máshogy kell gondolkodnunk. És ne haragudj, Gábor, hogy ezt mondom, hogy a gondolkodásodokban nem hagyott ez nyomot. Hogyan? Ez is egy kérdés, és egy hozzászólás. Ez a kérdés. Nem. Én azt mondom először is, nem állítom szembe a közbeszéd feladatát a jog feladatával. De a jog feladatával teszem, hogy megvédje azt a magán érdeket, azt a méltóságot, amiről nem véletlen, hogy Kende Péter a bevezetőben beszélt, és amiről nem szóltatok. Mert mindig csak arról volt szó, hogy a szólásszabadság, pedig azt a dialektikát Kende Péter nagyon jól fölvezette a bevezetőjében. És én szeretném nyomatékosan elmondani, Vásárhelyi Mária indokolta, nagyon komolyan indokolta, és hiszek az ő igazában ebben a vitában, mert Vásárhelyi Mária abból a valóságból indul ki, ami ma Magyarországon van. Visszavenném ő is.